Hát a Patronus Lions Klub az támogatja a vakvezető kutya kiképző iskolákat. Felvetődött, hogy hát ma van a vakvezető kutyák világnapja, és ebből az apropóból akkor emlékezzünk meg a kutyusokra, a kutyusok munkájára, hogy milyen fontosak és mennyire segítenek nekünk az életünkben. És így alakult ki ez a séta, hogy akkor egyet sétálunk, és akkor megmutatjuk itt a városba is, hogy hát vakvezető kutyákkal hogyan is lehet élni és dolgozni. Te mióta élsz együtt vakvezető kutyával? 1995 óta. Nekem Gesztenye most már a harmadik kutyusom, és azóta folyamatosan kutyával élek és kutyával közlekedek, balesetmentesen. Milyen volt az első tapasztalat vakvezető kutyával? Miben volt ez más, mint előtte? Hát visszakaptam a szabadságomat. 18 évesen rokkantam le, és hát előtt én teljesen jól láttam, és egészen addig szépen ugye tudtam közlekedni, motoroztam is, tehát volt jogsim is, és hát amikor lerokkantam, utána elveszítettem ugye az önállóságomat, mindig csak kísérettel tudtam közlekedni, és mikor megkaptam az első kutyusomat, onnantól kezdve visszanyertem ismét a szabadságomat, és kutyával bárhova el tudok jutni. Mondtad, hogy Gesztenye már a harmadik kutyusod, mennyi ideig tart, még összeszoktok, összecsiszolódtok egy-egy kutyussal? Hát egy három hónap azért kell, mire összeszokunk, megszokjuk egymást, minden mozdulatát, hogy mire, hogyan reagál, és onnantól kezdve már tökéletesen tudunk dolgozni. Mik azok a jelzések, amiket figyelsz, hogyan kommunikáltok ki a kutyával? Igazából a hám segítségével, tehát hogyha én most ugye ráteszem a hámot, a szabadon futkároznak a kutyák, és akkor, hogyha ráteszem a hámot, onnantól kezdve ő dolgozik, és hogyha hám rajta van, akkor csak az én parancsaimra figyel, és azt nézi, hogy mibe tud nekem segíteni. Az akadályokat azokat vagy kikerüli, hogyha lehetséges, akkor teljes egészében kikerüli, és akár én észre se veszem, hogy akadály mellett mentünk el. Hogyha pedig nem tudja kikerülni, akkor pedig megállásra jelzi, és akkor én használok fehér botot is hozzá. Ez a fehér bot segítségével akkor én kitapintom, hogy miért is állt meg a kutyus, és akkor visszajelzek neki, hogy igen, észrevettem az akadályt, amit ő jelez, és akkor utána akkor tovább küldöm a kutyát, hogy mehetünk tovább. Győrben nagyon sokat megyünk még Gesztenyével érzékenyíteni, és szinte minden óvodába, iskolába már voltunk legalább egyszer, és tudják a gyerekek, hogy a vakvezető kutyákat nem szabad megsimogatni, viszont a kutyatartókkal vannak még problémák, hogy ugye munka közben a vakvezető kutya nem barátkozhat más kutyákkal, és ő csak a gazdájának a védelmét, vagy hát hogy balesetmentesen tudjunk közlekedni, arra kell, hogy figyeljem. És ezért ők kerülik is, ki vannak képezve, hogy ha rajta van a hám, akkor kerülik a kutyákkal való kapcsolatot. És arra kérem a lakosságot, a győrieket is, hogy ne engedjék oda az ő kis kedvencüket, még csak akkor se, hogy na most egy kicsit hadd barátkozzanak, mert akkor az én életemért, meg hát a többiek életért velelnek a kutyusok, és a játéknak is van ideje, az meg a munka ideje.